Köszöntöm a Kölcsey Televízió nézőit. Ismét itt a InSportSelet című műsorunkkal, amelyen megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Győzelemmel zárta utolsó őszi hazai meccsét a Kisvárda Master Good. Idegenben verte a Jászberényt a Marsó Nyíregyháza. 4 érmet szereztek a megyebeli sportlövők a Diák Olimpia országos döntőjében. Kiütéses győzelmet aratott a Debrecen ellen a Kisvárdai KC. A következő körbe akar lépni a megyei futballválogatott. Győzelemmel zárta az őszi szezon utolsó hazai meccsét a Kisvárda Master Good. A labdarúgó NB2 14. fordulójában lejátszott mérkőzésen a hazaiak a 90. percben szerzett góllal 3-2-re verték a Sopron együttesét. Nagyon-nagyon izgalmasra sikerült ez a mérkőzés. Sajnos a pálya talaja nem tette lehetővé a folyamatos játékot. Itt elsősorban ma a küzdelem dominált. Mindkét csapat egyébként becsülettel tette a dolgát. Úgy érzem, hogy sokkal többet kezdeményeztünk, még a rengeteg vizes felület ellenére is, illetve a helyzeteink számában is megmutatkozott, hogy azért közelebb járunk a gólszerzéshez, és amikor a nagy kísérletezésük után megszereztük a vezetőgólunkat, egy picit megnyugodtunk, és azt a hibát, amit az utóbbi időben többször elkövettünk, sajnos most is, vagy 4-5-ször a jobboldali bekünknek a helyezkedése lehetővé tett az ellenfélnek a védelmi megbontását, és hát ebből egyszer sikerült gólt szerezni, ők kiegyenlítettek. Kezdhettük az egészet előről. Majd a második fél időben egy kiegyenlített mezőnyjáték volt. Az a gond, hogy nem lehetett hátul megfelelő sebességgel járatni a labdát, mert olyan tócsák voltak, hogy egy kockázatos paszt után bizony, ha megállt a labda, azt az ellenfél el tudta vinni sajnos a kapunkig, illetve a passzoknak nagyon pontosnak kellett lenni. A második fél időben azért szintén többet kezdeményeztünk, újra megtörtént a gólváltás. Az ellenfél, hozzáteszem, hogy akkor már 10 emberre játszott, a belső védőiket sikerült kipontoznunk. Majd a második fél időben azt az arcát mutatta meg a serék után elsősorban a társaság, amely a korábbiak során jellemző volt rá, hogy hazai pályán a végső leheletükig tudnak küzdeni. Mindent megtettek, szinte már időnként mindent egy lapra tettünk, főleg túl is vállaltuk magunkat, túl sokat kockáztattunk, már néha mérges voltam rájuk, hogy nagy létszámba mentünk föl, és a középpályán nem volt meg a labdaszerző emberünk. Én azt gondolom, hogy az utolsó pillanatokban szerzett gól az mindig egy extra élményt jelent, most is nagyon felemelő volt, és ilyenkor a csapat még inkább egymásra tud találni, habár most már késő van, mert egy forduló van hátra, mégis úgy érzem, hogy a véghajrára kialakult az a közösségi szellem, amivel rendelkeznünk kellett volna az elején, de az a rengeteg új játékos ezt indokolta, hogy még akkor nem volt meg. Most pedig akik lehetőséget kaptak, maximálisan éltek vele, és azt a stílust, amit mi évek óta képviselünk Kisvárdában, magukévá tették. Tulajdonképpen ez a mérkőzés már a korábbi szakaszokban is időnként föllehető volt, csak nem volt folyamatos. Az elmúlt 3-4 mérkőzésen viszont már egy olyan elánnal pályára lépő társaságot láttam, amit végig szeretnék majd a tavasz során is. Talán 2-3 héttel ezelőtt beszéltük, hogy most már megvan végre az alapcsapatnak számító csapat, most talán 3-4 helyen új emberek kezdtek, többek között a kulcspozíciónak számító kapusposzton is, de mint az eredmény is mutatja, meg talán a mutatott játék is bevált a váltás, de mi állt mögötte. Ez nagyon pozitív dolog, hogy a keretünkben ilyen erősségű labdarúgók vannak. Az elmúlt hétvégén szombaton az egymás elleni játékban azok a játékosok, akik most pályára léptek, többet nyújtottak, mint a konkurensük. Ezért az igazságosság azt kívánta meg, hogy változtassunk, illetve az is nagyon fontos tényező, hogy ugye 2 mérkőzés van hátra, és megígértük nekik, hogy mindenki bizonyítási lehetőséget kap, hogy a tél folyamán maradjon, vagy esetleg új csapatot nézünk neki. Én úgy érzem, hogy nem nagyon kell ezt hozzányúlni a keretünkhöz, mert azok a játékosok, akik eddig kevesebbet szerepeltek, lehet, hogy köszönhető annak, ugye 3 fiatalnak kell játszani, köszönhető annak, hogy más taktikával játszottunk, vagy pedig azért, mert ugye volt egy olyan sorozatunk, amikor nem lehetett belenyúlni a csapatba, kivívták maguknak a helyet. Ők, akik ma pályára léptek, alig várták, hogy bizonyíthassanak, és hozzáteszem, hogy valóban maximálisan megállták a bizalmat. Én úgy érzem, hogy ezzel a teherrel sokkal könnyebb együtt élni, mint azzal, mint amikor nem tudunk a kispadról a játékos bevinni, aki hozzá tud tenni. Ebben az NB2-ben azért a keretek erősségén úgy érzem már lényegesen meghaladja a tavaly előtti szintet. Minden csapatban 18-20-22 olyan játékos van, ami azonos képességű. Ha valaki bizonyít, én azt gondolom, hogy ott maradhat, ha nem,
hál' Istennek nálunk ilyen nincs, akkor ugye távozhat. Én nagyon elégedett vagyok, azt gondolom, az új beszállókkal. Egy forduló még hátra van, talán anélkül is kerekez az ősz, de annyira szoros ez a bajnokság, mint ahogy említetted is, hogy ez a szolnoki 3 pont az nagyon jól jönne. Még egy hét van a meccs, amivel beszélgetünk, hogy érzed, milyen esélyekkel lépünk majd pályára Szolnokon? Minden mérkőzésen győzelmi esélyekkel lépünk pályára, most már ezt határozottan állíthatom. A csapatnak a fizikai ereje, a csapatnak a taktikai ismeretei, technikai tudása és most már a csapat szellemisége is olyan mértéket üt meg, ami az NB2-ben feljogosít minket arra, hogy győzelmi eséllyel lépjünk pályára. A Szolnok az utóbbi időben az új edző hatására egy picit változtatott, meglepetésre nyert is a Gyirmót ellen. Egyébként a Szolnoknak nagyon jó kerete van, de mi ezzel az önbizalommal felvértezve csak is győzelmi eséllyel lépünk pályára, és úgy is megyünk oda, mindenképpen szeretnénk győzni. Picit ironizálnak, azt mondanak, hogy abszolút hazai pályán játszottatok, hiszen az utóbbi meccsének mindegyik ilyen talajon zajlott. Milyen volt belőle ez a 90 perc? Nagyon nehéz mérkőzés volt. Igazából, ahogy említetted, a pálya talaja az nem volt ideális, sőt, inkább azt mondanám, hogy irreális volt ez a mérkőzéshez. Megpróbáltunk alkalmazkodni hozzá, a Sopron igazából egy tényleg azt gondolom, hogy egy nagyon jó csapat, és végül sportszerű játék alakult ki, tehát nem volt semmiféle rugdosódás, és nagyon boldog vagyok, hogy ezen a nehéz talajon, de nagy nehezen megnyertük ezt a mérkőzést. Ha egy picit értékelünk már egy forduló a zárás előtt, hogyan értékeli ezt az őszt? Felemásnak érzem, mert úgy gondolom, hogy hullajtottunk el olyan pontokat, ami nagyon fájóak. Itt gondolok az első fordulóba, például a hazai Csákvár mérkőzésre, vagy akár a Gyirmótot is említetném, de Vácon is egyébként a 90. percben kaptunk gólt. De mindegy, egyébként úgy gondolom, hogy nem lehetünk elégedetlenek. Most jövőre az lesz, hogy 10 mérkőzést kell idegenbe játszani, abból kell a legjobbat kihozni. Szezonbeli első idegenbeli győzelmit aratta a Marsó Nyíregyháza. Sitko Ernő együttese a 9. fordulóban lejátszott mérkőzésen Jászberényben nyert 95-87-re. Felkészültünk erre a Jászberény mérkőzésre, és sokat kapartunk azért, hogy ez a győzelem meglegyen. Nem volt könnyű, ha valaki esetleg követte a mérkőzést, az is nagyon nehezen tudta követni, hiszen az első fél időben minden működött rendesen. Nagyon nagy előnyt sikerült szereznünk, hiszen néha 20 pont körüli előnyünk volt. Majd a második fél időre, ahogy a mi játékunk, úgy a helyi információs rendszer is összezuhant, és a harmadik negyedben volt egy kis hullámvölgyünk, de szerencsére sikerült ebből felállnunk. Ha minden igaz, egy picit rendhagyó volt a mérkőzés előtti héten a felkészülés. Talán többet foglalkoztál a játékosokkal, pszichésen, lelkileg is, mint korábban, ez is közel játszott a sikerben? Szeretném hinni, hogy igen. Nem tudjuk ugye pontosan eldönteni, hogy mi az, ami hozzásegítette ilyenkor a csapatot a győzelemhez, de mindenképpen az a fegyelmezett munka az, ami meghozta a gyümölcsét. A fegyelmezett szót azt többször is használom, és már voltak visszajelzések. Ilyenkor nem arra gondolok, hogy a játékosok visszabeszélnek, vagy olyan klasszikus értelemben rosszalkodnak, mint az iskolában van. Ez a sport szakmai fegyelmezettséget jelenti. Azt jelenti, hogy betartják a csapat, illetve az edző utasításait, betartják azt a taktikát, amit a mérkőzés előtt megbeszélünk, amit közösen megkidolgozunk, és ennek megfelelőképpen próbálják a mérkőzést lejátszani. Nem lehet ezt mondani, hogy az elmúlt években sorra nyerte volna az idegenbeli meccseket a Nyíregyháza. Ennek a sikernek milyen plusz hozadéka lehet? Azon túl, hogy természetesen a tabella egy picit másképp néz ki azzal, hogy nyertünk idegenben, nagyon bízom benne, hogy erőt is ad a srácoknak, és végre elhiszik, hogy nem csak jól tudunk játszani bizonyos mérkőzések bizonyos szakaszaiban, hanem mérkőzéseket is meg tudunk nyerni, és kellene nekünk még néhány olyan győzelem, ami úgymond bravúrnak nevezhető, hiszen idegenben mindenhol nagyon nehéz nyerni, de kellene még néhány olyan győzelem, mint ez a szombati volt ahhoz, hogy igazából helyreálljon a csapatnak az önbizalma, és el tudjuk érni azt a tervet, amit kitűztünk magunk elé a bajnokság előtt, ami nagyon magas terv, nagyon nehéz teljesíteni, de azért még mindig nem lehetetlen. A hétvégén Kelet-Nyugat gálát rendeznek, így nem lesz forduló a bajnokságban. Ezen a gálán többen is érintettek vagyok a csapatból, Zorán Krisztanovics a gála csapatban, Hús Iván a B33-as együttesben, te pedig, ha minden igaz, egy dobó gálán veszel majd részt. Jókor jön most ez a szünet. Mindig nehéz, ugye mindenképpen meg
lehet indokolni valamit. Ha azt mondjuk, hogy ritmusban vagyunk, mert már nyertünk egyet, akkor jó lett volna, hogyha most játszunk egy következő mérkőzést. De azért egy eléggé hosszú sorozatot zár le ez a kéthetes szünet, és az sem baj, hogy egy picit feltöltődik a csapat. Megpróbáljuk ezt a két hetet megfelelőképpen hasznosan eltölteni, és bízom abban, hogy a következő mérkőzésen egy ugyanolyan mentalitású, ugyanolyan harcra és küzdelemre vágyó csapat kerül majd a pályára, mint amilyen Jászberényben volt. Két arany, egy ezüst és egy bronzérmet szereztek a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei sportlövők a Diákolimpia országos döntőjében. A Nyíregyházán megrendezett versenyen 80 iskola képviseletében több mint 350-en léptek lőállásba. Az egyik legfontosabb verseny, azt mondom, hogy a diákok számára a legfontosabb verseny, hogy a Diák Olimpián mérjék meg, hogy hogy állnak, mint állnak bármely sportágban. A lövészetben pedig különösen fontos, hiszen már nagyon sok versenyző van közöttük, aki a klubokban is versenyez, tagja a magyar nemzeti válogatottnak, és készülnek a jövő évi Európa-bajnokságra. Hogyan állnak utánpótlást tekintve a lövészetet nézve, hiszen rengeteg olyan dolog van a sporton kívül is, ami elvonja ma a fiatalok figyelmét, a sporttól, a mozgástól, gyakorlatilag mindentől. Nem könnyű a dolog, kétség kívül. Nagyon nehéz megszerezni a gyerekeket általában a sportnak, de akit sikerül, azok pedig a rengeteg sporták közül tudnak választani. Ez egy olyan sportág, amely tényleg messze van a labdától, őrületes, tiszta figyelmet, koncentrációt igényel, és nagyon nagy fegyelmezettséget. Ugyanakkor meg nagyon-nagyon sok jóra tanítja a gyerekeket, úgyhogy a klubjainkkal együtt azon dolgozunk, hogy minél több kisrácot és kislányt nyerjünk meg. Ennek a sportágnak különösen azért, mert nemzetközileg viszont hagyományosan eredményes a sportág, és ezt a trendet tartani akarjuk, sőt, emelni szeretnénk az eredményeinket. Pénzigényes sportágról van szó, hogyan áll anyagilag a szövetség? A kormányzat támogatásának és a kiemelt státusznak köszönhetően jól állunk. Azt kell mondanom, hogy jól állunk. Rendben vagyunk, képesek vagyunk a versenyeink megrendezésére, a nemzeti válogatottak, junior és felnőtt válogatottak menedzselésére, a felkészülésük biztosítására, illetve a nagy világversenyeken való versenyzésünknek a biztosítására. Rendben van a dolog. És ez tényleg, azt gondolom, hogy ha visszanézek mondjuk 30 évet, akkor egészen különlegesen kiemelt támogatást kapunk a kormánytól a feladatok megvalósítására. Azt hiszem, hogyha azt akarjuk, hogy Magyarország olimpiát tudjon rendezni, akkor mindezek nagyon fontos látszemei minden olimpiai sportágban, hogy erős támogatottsággal rendelkezhessen egy sportág megvan. Ami problémát jelent a számunkra, az a létesítményhelyzet országosan. Ugye most itt vagyunk ebben a tényleg gyönyörű sportcsarnokban, mert ez nem tornaterem, ez egy gyönyörű kis sportcsarnok. Körülbelül úgy képzelem el az országot, hogy rengeteg ilyen lehessen a gyerekeknek, bármely sportágban, persze egy kicsit önző módon az embernek hazafelé húz a szíve, örülnék, hogyha egyre többi és több lőtér is valami hasonló képet tudna mutatni, mert azok azért nem így néznek ki, hanem több évtizedes lemaradásunk van, de én úgy gondolom, hogy egy kellően jól átgondolt koncepció mentén haladva szépen ez is majd helyére fog kerülni, kell hozzá egy pár év, nagyon-nagyon sok pénz is, de biztos vagyok benne, hogy meg fog valósulni. Olimpiacentrikus ország vagyunk, milyen reményekkel tekintünk Rióra? Nagyjal. Egyrészt azt nagyon szeretném, több mint 22-23 éve vagyok olimpiai bizottsági tag, hogy mindig nagy csapat utazzon ki. Ez alapvetően függ a kvóták megszerzésétől, a kvalifikációs lehetőségtől. Hazabeszélve, hát kiváló az eddigi eredmény, és még van hátra egy jövő évi hazai győri kvalifikációs kvótaszerző Európa-bajnokság, jelenleg 5 olimpiai kvótával rendelkezünk, és 2 paralimpiai kvótával, ez egyszerűen nagyszerű. Aztán majd meglátjuk, hogy ez mire lesz elég. Minden esetre én úgy gondolom, hogy az a jelenlegi 5 nyári olimpiai kvótás, aki megszerezte, óriási eredményt ért el, az az 5 sportoló. Köztük szerintem legalább 3-an egyértelműen esélyesek arra, hogy döntőbe, 3-4-en, hogy döntőbe kerüljenek. 8-as döntőbe meg bármi lehet. Én egyáltalán nem lennék nagyon meglepődve, ha legalább egy érmet tudnának vagy a hölgyek, vagy az urak szerezni. Ha ez ennél több lesz, meg több döntős helyezés, olimpiai pontszerző helyezés lesz, az csak habatortán.
A Nyíregyházi Polgári Lövész Egyesület a házigazdája a Diákolimpia országos döntőjének. Honnan és mennyien érkeztek erre a versenyre? Úgy gondolom, hogy ha megnézzük a számokat, akkor közel 350 diák érkezett, és az ország minden megyéből jöttek a gyerekek. Ez egy nagyon nagy szó, hiszen ez körülbelül egy olyan 80 iskolát foglal magába. Szabolcs megyéről tudok nyilatkozni, mi 20 fővel veszünk részt, de a versenyen is közel 9 iskolából érkeztek a gyerekek. Mekkora előkészületet igényel egy ilyen verseny megszervezése? Mondhatom azt, hogy már több hónappal ezelőtt elkezdtünk dolgozni azon, hogy egy nagyon jó versenyt tudjunk teremteni a gyerekeknek. Több szponzor is felajánlotta, hogy ezt a Diákolimpiát támogassa, illetve természetesen a Magyar Sportlövők Szövetségével és Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzatának felajánlásával jöhetett létre ez a rendezvény. Milyenek a hazai esélyek, most a megyéről beszélek? Tehát így a verseny közepén, illetve a verseny előtt nagyon nehéz megjósolni. Én úgy gondolom, hogy mindenféleképpen lesz dobogósunk, nem is egy kategóriába, és hát nagyon remélem, hogy ez egy nagyon jó felkészítő lesz, hiszen egy pár hét múlva, pontosan 2 hét múlva érkezik a serdülő országos bajnokság, ahova ismét csak nagy reményeket fűzünk. A megyebeli versenyzők végül 4 érmet szereztek, az általános iskolásoknál a légpisztoly 20 lövéses versenyszámában a Szent Miklós Görög Katolikus Általános Iskola diákja Vare Attila végzett az élen, aki Kis Attilával és Olá Jánossal együtt a csapatversenyt is megnyerte. Kis Attila egyéniben bronzérmet szerzett, míg a középiskolásoknál a légpisztoly 40 lövéses számában a Krúdis Agádi Vilmos a második helyen zárta a döntőt. Kiütéses győzelmet aratott a Kisvárdai KC a női kézlabda NB1B 9. fordulójában. Rácz Sándor együttes a hazai pályán 38-19-re verte a Debrecen második csapatát. Közel 20 gólos győzelmet aratott a Debrecen második csapat ellen a Kisvárdai KC. Vártnál könnyebben jött össze ez a siker? Ránk fért már maga a siker. Egyébként nem nagyon szeretem a tartalék csapatokat, hisz ezek a gyerekek együtt edzenek zömmel a felnőtt kerettel, sikeréhesek, azt várják, hogy mikor kerülhetnek oda a felnőtt csapat kispadjára, és nagyon sok játéktapasztalat van mögöttük. Az, hogy most ez így sikerült, ennek külön örülök, összefogott, azt jelenti, hogy irányított volt a csapatunk, koncentrált, és úgy gondolom, hogy a végéig kitartott, ez azt jelenti, hogy megfelelő kondicionális állapotban is voltunk. Nagyon jól kezdte a bajnokságot a csapat, aztán volt egy kisebb hullámvölgy, aminek talán a legmélyebb pontja a hazai hajdunánás elleni vereség volt, ezek szerint kilábadt belőle a csapat. Korai még úgy gondolom, hogy konklúziót vonni, hisz 2/3 ment le a bajnokságnak. Még van hátra 4 meccsünk, 4 idegen meccs, közülük is, akik a tabella elején vannak, tehát egy Egerbe, egy Szegedre, menni fogunk egy Kispesthez, és én úgy gondolom, hogy amit én ígértem, hogy borzalmas nehéz egy csapatépítés, különösen akkor, amikor 6 kultúrából tevődik össze, és röpke 4 hónap áll rendelkezésre. Keressük azokat a kereteket, szegmenseket, ahol ez a csapat tovább építhető. Jelenleg valóban 2 vereség, 1 döntetlen és 5 győzelemmel állunk a tabellán. Ettől függetlenül gondolom a szereplés, az eredmények eddig elégedett vagy, hiszen a türelem nem mindig tart ki az elvárt ideig a vezetőknél, de leginkább a szurkolóknál vannak ilyen problémák. A edző megelégedett bármely pillanatban, az már kóros. Nekem talán az elégedetlenség részemről egy kicsit az, ami nyomaszt, hisz biztos, hogy meg lehetett volna oldani ezt a 2 vereséget másként is. Ennek a megoldásán örlődöm a mai napig, és ennek szellemében fogjuk a jövő útját kialakítani. Ezen az említett 4 mérkőzésen mi az elvárás, mi a minimális és mi a maximális cél? Pontokban én azt fogalmaztam meg a csapat előtt, hogy a 4 idegenbeli meccsen próbáljunk legalább 2-t megnyerni. Ha ez túl lesz teljesítve, az ráadás, de egy edzőt mindig az foglalkoztat, hogy a csapat arculata, a hullámvölgyek, hullámhegyek milyen váltakozásban, mennyire kiegyenlítetten a teljesítmény és a sportforma mennyire egy szinten és magas szinten következik be. Szombaton és vasárnap 4 mérkőzés játszik Gyöngyösön a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei labdarúgó válogatott. A Gellicki Máté által irányított együttes célja az, hogy a torna első 2 helyének valamelyikét megszerezve bejusson a következő körbe. A megye válogatott a szokásos országos megyeválogatottak tornáján fog részt venni. Ezúttal Mátraházán és Gyöngyösön rendezik a tornát. 5 megye válogatottja csap össze. Rajtunk kívül még ott lesz a Borsod megye, Hajdú, Heves és Nógrád megye.
válogatottja. Az első két helyezett jut tovább az azt követő hétvégére. Pomázon és Szigetszentmiklóson lesz a 8-as döntő. Kik alkotják a szakmai stábot, és milyen szempontok alapján állítottátok ezt a keretet? Szakmai stábot Kis Gábor edző alkotja, a Tiszavasvári edzője, és az én pályaedzőm, az Ibrányi pályaedzőm, játékos pályaedző Kis Tomi alkotja még a szakmai stábot. Nagy Enikő pszichológus jön velünk, tavaly nem volt, és úgy gondolom, hogy egy nagyon nagy előny lesz a csapat számára. Beke Csándor a masszőr és Kvaka Árpád a technikai vezető. A játékosokat milyen szempontok alapján válogattátok össze? Játékosokat úgy válogattuk össze, hogy fiatal, gyors és nagyon sokat futó játékosok legyenek, nem mellékes szempont, hogy jó futballisták is. Én úgy gondolom, hogy ennek megfelel a keret. Egy háromnapos felkészülés után milyen esélyekkel léptek majd pályára, hogy érzed? A saját csapatunkat ismerem, a játékosokat ismerem, viszont az ellenfeleket nem. Itt folyamatosan változhatnak az erőviszonyok annak megfelelően, hogy mondjuk a tavalyi NB3-ból mely csapatok este ki. Csak egy példát mondok, ugye Hajdú megyében, Hajdúböszörményből most már lehet beválogatni, tavaly még nem lehetett futballistát, úgyhogy ezehez is, ettől is függ. Az, hogy milyen esélyünk van, én szerintem Szabolcs megyének mindig jó esélye van egy jó eredményre, ezt szerintem ezúttal sem lesz másképp. Egy válogatottban, még egy megyei válogatottban is szerepelni, gondolom megtiszteltet, és te hogyan látod, milyen ez a mostani társaság, milyen esélyekkel vágtok neki a hétvégi tornának? Úgy gondolom, hogy a tavalyi csapat az se volt egy nagyon rossz csapat, sőt, jó csapat volt. Tavaly egy góllal maradtunk le a döntőbe jutásért. Most a hétvégén szeretnénk ezt kicsit tovább lépni, szeretnénk megnyerni ezt a tornát. Úgy gondolom, ez a csapat valamivel jobb, mint a tavalyi csapat volt, és ebben egy akármilyen válogatottban szerepelni azért nem kis dolog, és én ezt megtiszteltetésnek érzem, hogy ennek a csapatnak a csapatkapitánya lehetek. Befejeződött a Bocsik Egyesületi Program őszi szezonja. A gyerekek a téli időszakban teremtornákon csiszolhatják tovább tudásukat. Megyei szinten nagyon jó szezon zártunk, országos szinten is ugye a másik legtöbb egyesület vett részt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, ahogy ezt már megszokhattuk. Ugye elég nagy megye vagyunk, 74 sportegyesület, 3, illetve 4 korosztályban vettek részt a csapatai. A megyébe ugye ezt a 74 sportegyesületet területi elv alapján 12 körzetbe osztottuk. Ez azt jelenti, hogy mind az U7-9-es fesztiválok, mind pedig az U11-13-as tornák ugye a 12 külön helyszínen zajlottak, hétvégenként, tehát szombati vasárnapi napokon. És ugyan most ősszel azért lehetett látni, nagyon sokszor volt ilyen esős idő, tehát több alkalommal volt olyan két olyan hétvég, amikor szinte majdnem minden torna vagy fesztivál, egészen pontosan 21 olyan rendezvényünk volt, amit át kellett tenni későbbi időpontba, hiszen senkinek sem célja az, hogy esőben focizzanak a gyerekek, illetve hát voltak olyan időjárási körülmények, hogy nem is lehetett volna pályára rámenni, hiszen víz alatt állt. De a lényeg az, hogy minden egyes rendezvényt, mind a 48 fesztiválunkat és mind a közel 60 tornánkat meg tudtuk rendezni Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Nagyon örülök neki, hogy 95%-ban megjelentek a csapatok. Rendben volt minden. Szerencsére most komolyabb sérülés nem történt. Hány gyereket, hány edzőt érintett ez az őszi rendezvény sorozat? Hát a 74 sportegyesületnél, hogyha azt nézzük, ebből a 74-ből 40 sportegyesületnek van ugye 3 korosztályos csapat, a 7-9-11, és a másik 34-nek pedig a 11 után még az U13-as csapata is. Tehát körülbelül 74 egyesületenként egy olyan 2-3 edzőt azért érint, tehát egy 200 edzőt érint, és 2400 gyermeket a megyében. Az egyesületi programról beszéltünk eddig, hogyan áll az intézményi program? A Bocsik intézményi program még igazából most kezd el indulni, hiszen ugye ott szeptemberben, amikor a nevezések lezárultak, az körülbelül már október volt, és a gyerekeknek október közepétől, végétől kezdtek el a tornákat szervezni a körzeti szervezők. Nyugodtan és nagy örömmel mondhatom, hogy ismét nőtt a létszámunk. Most már 162 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei óvoda és általános iskola vesz részt az intézményi programban. Őket egyébként 11 körzetbe osztjuk, szintén körzetközpontonként vannak nekik a különböző korcsoportoknak a tornái, és hát most van igazából az a november, december, amikor a legtöbb tornát rendezik a körzeti szervezők. Természetesen ilyenkor már azért teremben, de szerencsére a körzeti szervezők jó kapcsolatának azért nyugodtan mondhatom, hogy minden gördülékenyen szokott menni. Ilyenkor az intézmények, illetve az önkormányzatok is nagyon korrektül, nagyon normálisan állnak hozzá a programhoz és segítenek, hiszen látják, hogy a Bocsik intézményi programban azért a Magyar Labdarúgó
szövetség, illetve az OTP bank jóvoltából nagyon komoly juttatásokat és nagyon komoly támogatásokat juttatnak az intézményeknek, hiszen a gyerekek létszámától függően különböző összegbe vásárolhatnak és választhatnak ki maguknak sporteszközöket, illetve valamennyi általános iskola kap például futszállabdát, valamint valamennyi gyerek a szezon végén kap egy emlékérmet és oklevelet, ami egy örök élményt jelent mindenki számára. Szintén befejeződött a megyei női bajnokság, mind felnőtt, mind utánpótlás szinten. Ezt az őszt hogy értékelhetjük a hölgyeknél? A hölgyeknél hatalmas nagy örömünkre szolgált, hogy végre el tudtuk indítani a Leány U15-ös korcsoportos bajnokságunkat. Igazából szükség volt erre, hiszen nem toporoghatunk egy helyben, főleg úgy nem, hogy a női labdarúgás egyre inkább fejlődik, mind európai, mind világszinten, és természetesen ez a Magyar Labdarúgó Szövetség is csatlakozott. Nagyon büszkén jelenthetem ki, hogy megyei szinten az első között vagyunk, aki ilyen korosztályos bajnokságot beindított. A tavasz folyamán volt 3-4 ilyen kísérő jellegű torna, és ott olyan jó voltak a visszajelzések, hogy igazából nem is féltünk attól, hogy amikor szeptemberben beindítjuk ezt a Leány U15-öt, akkor valami probléma lesz. Hál' Istennek nem volt semmilyen probléma. 6 csapat részvételével 4 őszi tornát tudtunk szervezni, és a terveink szerint tavasszal további 6 torna lesz. Ez azt jelenti, hogy 10 rendezvény lesz a Leány U15-ös csapatoknak. Nyugodtan mondhatom, hogy rendkívül sportszerű körülmények között zajlottak a tornák. Mindent elmond arról, hogy még egy sárgalapot se kellett kiosztani a játékvezetőknek, és egyre inkább ügyesebbek voltak a lányok. Szintén nagy örömünkre szolgál, hogy annyira jó sportbaráti kapcsolatok alakultak ki már a csapatvezetők és a lányok között, hogy itt a különböző csapatok már egymást hívják téli tornákra, és természetesen, ahogy megszokhatták, a megyei igazgatóság is fog téli tornát szervezni a leány csapatoknak is, és a felnőtt nőknek is. A felnőtt női bajnokságban idén 10 csapat indult, ugye a tavalyi évhez képest az NVSC csapata sajnos megszűnt, ugyan még most új belépünk nincsen, de jó, nyugodtan kijelenthetem azt, hogy ez a 10 csapat azért komolyan veszi a bajnokságot, minden mérkőzést megrendeztünk, 2 olyan találkozó volt, ami elmaradt, mert a vendégcsapat nem utazott el. Ez azt hiszem, hogy arányaiban nézve azért ez elenyésző és nem jellemző. És ami különösen érdekes és jó hír, hogy igazából kiegyenlődtek az erőviszonyok, tehát nincs már meg az, mint 2-3 évvel ezelőtt, hogy volt esetleg 4-5 olyan csapat, amit tudtuk jól, hogy szinte esélytelen a többiek ellen, hanem nyugodtan mondhatom, hogy kiegyenlődtek az erőviszonyok, és bízva abban, hogy a Leány U15-tel ugye egy olyan háttérbázist adunk, egy olyan utánpótlásbázist a női labdarúgásnak. Ezek a különbségek szerintem 1-2 éven belül még jobban ki fognak egyenlítődni, és nyugodtan mondhatom, hogy ugye van 3 olyan egyesület a Leány U15-ös bajnokságnál, akinek nincsen felnőtt csapata, és ők is tervezik, hogy hamarosan fognak indítani, tehát valószínűleg majd a felnőtt női bajnokságunk is ki fog szélesedni. Ennyi fért a mai sportszeletbe, találkozunk egy hét múlva. Köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra!